Szeretettel köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjelek jóslása szeptember 27-én. Első kérdés. Mik foglalkoztatják őt, és milyenek a gondolatai? Ez a kártya megadja rá a választ. A második kérdés, milyenek az ő érzelmi világai, vagy milyen titkai vannak? Ez a kártya tudatja velünk. A harmadik kérdés, milyen lépéseket fog tenni irányotokba? És ez a harmadik kártya megadja rá a választ. A következő lap, egy negyedik kártya a napi üzenetet közvetíti nektek. Az első kérdés az volt, hogy milyenek a gondolatai, és ez az ördög nevezetű kártya mutatja a gondolatait. Ez nem szép és nem kellemes, de nem kell arra gondolnotok, hogy itt valami hamisság van, hanem inkább ez a kártya az ő félelmeit, gondjait mutatja. Valaki vagy valami fogságban tartja őt. A második kérdés az volt, hogy milyenek az ő érzelmei. Ez a kártya ad rá választ. Ez a mérleg annyit jelent, hogy fontos neki a nyugalom, a belső egyensúlya. De ez jelentheti azt is, hogy ő fontos döntéseket fog hozni, és ez összefügg az ő belső hangjával. Küzd a jogaiért. Amennyiben házas, ez a kártya azt mutatja, hogy válásra kerül sor. A harmadik kérdés az volt, hogy milyen lépéseket tesz irányotokba. És a harmadik kártya megadja rá a választ. Ez a hölgy kelyhet tart a kezében, és az mutatja az érzelmi világot, a tiéteket is, és az ő érzelmeit is. Ez a kártya adja a választ, hogy ő közeledik hozzátok nyitottan, és beszél az ő érzelmeiről, de nem csak az, ami az ő érzéseit illeti, hanem ti el fogjátok neki azt mondani, ami miatt szomorúak voltatok az elmúlt hónapokban, és ő meghallgat benneteket. A napi kártya üzenete. Legyenek céljaitok, de egyelőre ne tegyetek még lépéseket, bízzatok a belső hangotok suttogására. Amennyiben tetszett nektek a három kérdőjeles jóslás, örülnék annak, ha csatornámon ezt jeleznétek. Köszönöm figyelmeteket, viszontlátásra!